Nehéz és embert próbáló feladatok ezek, de megküzd vele a gyermek és szülő egyaránt a cél érdekében. Anyagilag szinte elérhetetlen lehetőségeket tár az ingyenes Tarka-Barka tábor a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő sérült gyermekek számára. Egy hét alatt napi szinten többféle fejlesztő terápián vesznek részt a gyermekek szüleikkel. Dévényterápia van, faferóterápia, aktív terápia, egyére szabottan terraszújt és terratox ruhákban, konduktorral való fejlesztés, kutyás terápia és korai fejlesztés gyógypedagógussal. Hát ez tényleg egy annyira intenzív hét. Tavaly volt először ilyen intenzív tábor, ami nagy löketet adott a résztvevőknek, hiszen hatalmas fejlődésen mentek át a gyermekek. Jelenleg 23 gyerek vesz részt a táborban, de az érdeklődés ennél sokkal nagyobb. A látómezőnkben nagyjából 40-50 család van. Nem sok, de vannak esetek, ahol több sérült gyermeket is nevelnek a szülők, és hát ugye minél több a sérült gyerek, bár azt gondolom, hogy egy gyermeknél is már hatalmas terheket ró a családra. A Tarka-Barka hét sors közösség építése a szülőknek is lelki töltetet, érzelmi útravalót ad a további kitartó töretlen munkához. Táborok nagy része az államilag nem finanszírozott gyógytornákból áll, amit a szülők nagy része nem tud kifizetni. Meg nincs is pakson folyamatosan évközben. Tehát ez a faferóterápia, azok a speciális ruhás tornák, amik idén vannak, az így megyei szinten is különleges, hogy egyáltalán itt ezt a gyerekek megkaphatják. Nem kell értük utazni. A napok apró hősei az intenzív egyéni terápiák szünetében játszóházban közösen lazulhatnak, kutyás fejlesztésen, táncházon, ringaton vehetnek részt, de kézműveskedés és motoros bemutató is színesíti a napjukat.